Hello srácok, hello YouTube-osok, meg minden. A feliratból látható, hogy ez egy A&K Gearbox, ami egy M16 A4-ből lett kikapva, FED beépítésének a céljából. Egy kicsit fogjuk magunkat és jól átfutjuk, hogy milyen belsőségek vannak ebben. Ez egy V2-es rugóvezető fémből. Leteszem hátra, fókuszál a kamera csapánnyal. Majd valahol egy mágnes. Tártól elkezdő a kunk keresztül minden ráragok. Biztos, hogy de tudom venni, de azért megpróbálom. Igen, és ez bizony egy acél rugóvezető. Összes csavar ráragadt, fasza, jó, mindegy, hát ez én bajom. Ugye az A&K M4-esek, M16-osok és különféle inkarnációik, amiket nem M4-nek hívnak, de ugye valójában azok, nagy nyomatékú motorral érkeznek, illetve a Taiwan-gános barátainktól rendelt verziók ezzel a borrepszettel. Egy elég cuda rugó van benne, körülbelül SP-130-nak megfelelő erővel, egy jó hop-up kamerával képes 460 fps-t lőni, alapból olyan 430 környékén van, egy gyári hop-up kamerájával, közben szedem szét a hengerszettet, ugye igencsak elő bevett szokás és kedvelt dolga megjukasztgatni a Swiss Cheese módszerrel a dugattyút, ott látható, hogy a belépőfog után következő fog az ki van reszelve, illetve nincs is rajta eredetileg a dugattyún, tehát elvileg AOL problémája nem lehet, hogy rohadjon meg és nem fókuszál rá. Na mindegy, azt mondja. Ja, túl közel vagyunk. Így van. Na. Na most már látható. Ugye ki van furkálva, elvileg ezzel csökken a súlya. Hengerfej. Szélen tengerfejünk van, bocsánat, ez egy dugattyúfej, tehát egy szélen dugattyúfejünk van, rész hengerfejünk, műanyag nozing, műanyag tapetplétünk, közben ezt kikapom, műanyag tapetplét, kapcsolószerkezet, 6 mm-es acél csapányak, igazából nincs szükség ennél jobbra, teszi a dolgát és nem tud szétesni. Acél kerékszett, acél antireverzál, antireverzálbilis lacsné, hogy egyik hirdetésben olvastam szoftveren, de hát ugye ott azért nagyon nagy profik vannak. A többi meg a szokásos billentyű, vezetékelés, szilikonos, meglepően hajlékony a kínaiakhoz képest, és egy kicsit vastagabb is. Igazából a nagy nyomaték a motorhoz, keresgélem, ez teljesen meg is felel, mert annak kicsi a fogyasztása. Azt hiszem a belsőről minden lényeges dolgot elmondtam, ja igen, a pont nem fog látszani. A dugattyú fej is csapágyazott. Csak nem tudok vele nézni. Nyílják ki. Na, csapágyazott, az a lényeg. Azt hiszem ennyi. Jó, még egy kompressziót nézünk. Ezt mire pakolászunk? Megnézem, hogy rá tudunk élesíteni. Hát a kompresszió alapon van tragikus, úgyhogy egy jó gyűrűt kell majd belenézni. Úgyhogy még azzal is nyerhetünk némi teljesítményt. Ahhoz képest elég brutális.
460 FPS tudott lenni gyárilag egy cserélt hopkamrával. Oké, kösz a figyelm. A hézagolás eléggé lazácska. Ez most egy összecsavarozott két boxfél. Ezen tudunk egy kicsit javítani. A zsírozás mennyisége, zsírmennyisége megfelelő. Ellentétben számos kínai replikával, ez nincs túl zsírozva. Illetve sajnos én már láttam olyan Yingong AK betát, ahol annyira nem volt zsír, hogy rozsdásodott a rugó, és a rugóról lehulló fém darabok behullottak a egyébként szintén rozsdás kerekek közé, és megakadtak. Általában a hézagolást ezt egy többször ismétlődő folyamat. Minden kerékkel külön meg kell csinálni. Összecsavarozott gearbox héjaknál kell ellenőrizni, hogy nem túl szorosa, illetve nem túl lötyögőse. Most ott van a zsírozás. Kicsit visszazumolok. Ahol soknak találom, ott egyedül itt a bevelkerék alatt, már itt most nem látszik, mert árnyékban, de amúgy teljesen rendben van, nincsen túl zsírozva. Azt akartam még mondani, hogy a boxnak a kialakítás olyan, hogy ez a kis perem, ami így körbe megy, ez ennek az ellen formája, az megvan a másik oldalon, tehát maga a box héj az kellemesen, tehát mind a két oldal belekapaszkodik a másikba. Így elosztják egymáson az orra jutó csapásokat. Egyébként meg van erősítve az orr részen, amennyire ez lehetséges. Fókuszál a kamera, hát mint a boly, csak egy kicsit a nagyobb anyagból van. Jó, akkor végül is ennyi.